A színpadon Nárai Tamás és Farkasházi Réka, aki majd felolvas a regényből három részt is. Most megbeszéltük, hogy melyek lesznek ezek. És hát Tamás, akit már nagyon várt a NIA közössége, de azért mondjuk el, hogy azért egy jó pár órát délelőtt az Alléban dedikáltál, úgyhogy hogy érzed magad? Mennyire vagy fáradt egy ilyen után? Milyen érzéseid vannak, amikor azt látod, hogy három emeleten keresztül állnak az emberek, és meghatódva várnak téged, és ezt jelenti az, hogy Nárai Tamásra találkozhatnak, és dedikálod a könyvüket? Most, hogy nem lakom már Magyarországon, csak ritkán jövök, néhány napra mindössze, ilyenkor mindig nagyon sűrű a program. És hogyha persze, hogyha innen jönnék az Izabella utcából, akkor el lehetne ezt osztani, de így természetesen mindig nagyon besűrűsödik. És hát van nekem egy nagyszerű kiadóm, a Libri, és az ő munkatársai vettek a legutóbbi vásáron egy ilyen tömőfát, és akkor ezzel a három napot, ezt így ezzel a tömőfával meg is tömik rendesen, hogy ne legyen. Úgyhogy tulajdonképpen csütörtökön érkeztem, este, és akkor tegnap már volt egy interjúm, egy tévéfelvételem, egy forgatásom, meg egy fotózásom, ma volt egy dedikálásom, meg egy másik interjúm, most vagyok itt, és akkor még itt lesz egy dedikálás, és akkor holnap délelőtt forgatunk, utána délelőtt megint dedikálás, aztán egy podcast, és tehát, hogy 14 programom van összesen három nap alatt. Igazából időm sincs ezt felfogni, hogy mi történik, próbálok válaszolgatni a kérdésekre épeszű módjára, hogy utána ne legyen ebből nagy baj. De most azért megmondom őszintén, ez a dedikálás ott az Alléban, ez most nagyon, nagyon megterhelő volt lelkileg. Miért? Hát az, hogy sokan voltak, ugye sokan vannak, hál' Istennek, az nagyon nagyszerű dolog, meg annak nagyon örülök, és az egy nagy megtiszteltetés, minden nagyon szuper. De most ez lelkileg nagyon megerőltető volt, mert én azt mindig tudtam, hogy nehéz élethelyzetekben és nehéz szituációkban sok ember van, és sok ember olvas olyankor, és sok ember választja a könyveim közül valamelyiket egy ilyen szituációra. És akkor most eljöttek ezek az emberek, akik átmentek egy ilyen szituáción, és ott elmondták, hogy de az életükből felidéztek bizonyos részleteket, volt, aki könnyek között, meg nagyon meghatódva, meg fiatal ember, meg idősebb hölgy, meg fiatalabb hölgy. Tehát, hogy most ez így lelkileg nagyon megterhelő volt, és azért volt nagyon megterhelő, mert közben folyamatosan arra gondoltam, hogy mekkora súlya van egy betűnek. És hogy mennyire nem gondolunk ebbe bele tulajdonképpen, ezt mondjuk tapasztaljuk az életünkben is, amikor nagyon gorombán bánunk egymással, én is azzal, aki megérdemli. De hogy mekkora felelősség tulajdonképpen minden egyes szó és minden egyes betű, amit leírok, amit elolvashatnak, ami aztán nyomtatásba kerül és könyvbe kerül. És nem tudom pontosan, hogy mi történt, de hogyha tudnám, sem mondanám el. Lényeg az, hogy volt például egy fiatal ember, akinek ki voltak jegyzetelve a bizonyos könyvből részletek, és akkor ki volt jegyzetelve, pirossal föl volt írva neki egy papírra, hogy a múltnak nincs hatalma fölöttünk, és az volt az egyik, hogy tehát ő utolsó pillanatban kapta meg ezt a könyvet, mielőtt, mert öngyilkosság gondolatával foglalkozott, és elkezdte olvasni ezt a könyvet, és ez adta vissza neki azt az erőt, hogy meg tudott benne kapaszkodni, és csak azért jött el a dedikálás, és végig zokogott, hogy ezt elmondja. És ez egy olyan nagyon nehéz történet, hogy ezt így vinni tovább magunkkal, tudod, mert amikor írok, akkor én ilyenekre nem gondolok, hogy ezeknek lehet ez a következménye. De nagyon örülök neki, hogy bárkinek, akinek csak egyetlen egy szó is a segítségére volt, annak én nagyon örülök, úgyhogy azt köszönöm. Milyen érdekes, hogy azon gondolkodom közben, hogy amikor divattervező voltál, vagy amikor akár a kiállításod is volt, és a festészetedet be tudtad mutatni itthon is, hogy talán
jobban tudnak kapcsolódni az emberek az írott szóhoz, a betűhöz, a regényeidhez, a történetekhez, hiszen mindannyian történetekben élünk, és azt gondolom, remélhetőleg nem csak egy buborékban élek, hogy egyre többen olvasnak könyvet, és talán ez lehet az oka annak, hogy most én azt látom, hogy sokkal nagyobb rajongás övezi Nárai Tamást, mint övezte akár korábban, vagy én látom rosszul, mert ebben a körben mozgom, és ilyen emberekkel találkozom. És hogyha ez így van, és jól látom, akkor ezt így hogy éled meg, vagy mennyire nehéz ez? Most mondod is, hogy nehéz volt egy ilyen allés helyzet, de úgy az, a hétköznapjára gondolok, hogy mennyire nehéz ezt megélni, feldolgozni. Hát a divat szakma az egy egészen más terület, mert szóval nem kifejezetten az intellektus gyűjtőhelye, tehát... És ezzel nem azt akartam mondani, hogy a divat az nem fontos, az egy nagyon fontos dolog, mert azért nem nézhetünk úgy ki, mint egy leszakadt farzseb semmilyen körülmények között. Hát a divat az egy nagyon fontos dolog, de egészen más szereplői vannak a divat szcénáknak, mint mondjuk az olvasásnak, vagy a bármilyen könyvnek, legyen ez irodalom, vagy szépirodalom, vagy ismeretterjesztő könyv, vagy bármi. És hát ruhatervezőként én olyan úgynevezett helyi híresség voltam, vagy hogy mondjam, ilyen világsztár szűk családi körben, mert hogy, tehát, hogy ilyen volt egy kör, amelyik engem ismert, és akkor ott úgy elvirblizgettünk, hogy akkor most piros legyen, vagy sárga. De ez egy teljesen másik kaliberű történet, mert egyrészt sokkal több emberhez tud eljutni, másrészt, aki olvas, az egy más típusú ember. Mert például a közösségi médiában is, vagy hogy hívják ezt, ugye így, úgy, igen, már kicsi beszélni magyar. Tehát a közösségi médiában is az van, hogy nem az olvasókkal van a baj, mert aki eljött a kiállításra, vagy megnézett képeket, vagy elolvasott egy könyvemet, az már egészen másképp szól, még akkor is, hogyha észrevételt, nota bene kritikát, vagy bármi egyebet fogalmaz meg. Más a stílus, más a hangnem, más minden. Azokkal az emberekkel van baj, akik még nem. Se ezt, se azt. Meg Ibolyán túli segédfingjuk sincs arról, hogy mondjuk én mit csinálok, érted? Csak láttak a Story magazinban, hogy már megint kicikkeztek vele, hogy éppen, nem tudom, parókám van és hupi lila a hajam, és akkor ez úgy megtetszett neki, és akkor ő oda jön, és akkor azt hiszi, hogy ott jópofizhat. De hát természetesen nem jópofizhat, meg aki olvas, azért rendre rakja ugye ezeket az embereket. Tehát az olvasótábor az egy sokkal cizelláltabb, gondolatiságú, sokkal cizelláltabb, beszédű. Hát az olvasás, na most mit mondjak, érted? Hát aki olvas, az tudja. Aki nem olvas, az meg hát hozzászól. Itt ne tudnánk ebben a körben. Na, de nagyon hálásak vagyunk, hogy ebbe a szoros napi rendbe, meg háromnapos rendetbe beillesztettél minket. Hát és hisz, külön... megbeszélt, mikor az interjú volt veled, akkor beszéltük ezt meg, az mikor volt? A podcast interjú szeptemberben talán, vagy valahogy így? Igen, szeptemberben, na akkor egyeztettük le ezt az időpontot. Igen, illetve beszéltünk arról, hogy majd a Mutasd a könyves polcodban megyek hozzád Barcelonába, de hát az élet úgy alakította, hogy hamarabb találkoztunk a regény bemutatója apropóján, de nagyon hálásak vagyunk, hogy végül is ez a regényed bemutatója, és az egyetlen alkalom, amikor közönséggel a Tamás mesél a regényről, úgyhogy a Barbaráról fogunk beszélgetni a folytatásban leginkább. De akkor kezdjük ezt szerintem azzal, hogy Réka felolvas egy részletet a regényből, és utána majd persze a ti barátságotokról is szeretnék szót ejteni. Fönt hagytam a szemüvegemet, de nagyon igyekszem. Szóljunk valakinek, hogy hozzá? Ne. Hát majd meglátjuk a következő etapnál. És akkor a felolvasások előtt szoktunk egyeztetni Tamással kiejtéseket, és ezt most nem tettük meg, mert elcsacsogtuk az időt. Kérdezhetek? Igen. Luciának a szeretnéd, vagy Lucia? Lucia. Jó, oké. A többinél majd szól rá. Jó. Ez a stát kapkodva kereste ki az utazási irodánál dolgozó barátnője számát. Mielőtt beütötte volna a telefonjába, gyorsan üzenetet küldött Luciának. Mindenképpen beszélnünk kell, mielőtt Anton hazaér. Ha mégis megelőzne,
kérlek, ne szólj róla, hogy kereslek. Életbevágóan fontos. Elsa. Ellie, drágám, de jó, hogy még bent talállak. Kérlek, nézd meg nekem sürgősen valamit. Nagyon kellene sietnem, Elsa, de persze mondd csak. Rövid leszek. Antonról és Luciáról van szó. Ha azt mondanám, hogy 2 nappal később mennek, és azt kérném tőled, hogy nézz utána, át tudnánk-e tenni a jegyüket, természetesen 2 nappal későbbi visszaindulásra is, ugyanígy a szállodájukat, és azonnal szükségem lenne az információra, meg tudnád nézni? Ja, és hogy csak esetlegesen, mert még nem biztos. Köszörülte meg a torkát Elsa. Én is rövid leszek. Ez a időpontom van a fogorvosomhoz. Sajnálom, nem tudtam. Csak azt tudom, hogy ez életbevágóan fontos. Nem értelek, Elsa. Mégis mi múlhat azon, hogy valaki 2 nappal előbb vagy később utazik nyaralni? Egy igazgatói állás és egy életen át tartó boldogság. Dióhéjban ennyi. Gondolom, nem kell tovább győzködnöm téged, hogy egy fogorvosi időpont. Tudod te, milyen nehéz a város legjobb fogorvosához időpontot szerezni? Vágott a szavába Ellie. Nem tudom, mert én nem járok a város legjobb fogorvosához. Azt viszont tudom, hogy ez alatt az idő alatt... Jól van, jól van, állította le a szemrehányás áradatot Ellie. Már ki is nyitottam közben a gépet. Hálás vagyok neked, Ellie, de azt továbbra sem értem, hogy miért kell minden egyes alkalommal dupla leszúrt Rittbergereket ugranom. No csak, nem is mondtad, hogy tudsz, nevetett a telefonba Ellie. Na figyelj! A repülőjegyek átfoglalása nem lesz gond. Úgy látom, némi felárral persze, de gondolom ebben az esetben ez elhanyagolható szempont. A szállodának írok, csak hogy szerintem arra leghamarabb holnap lesz válasz. Bár sürgetni fogom. Rendben van, és lenne még valami. Remélem, nem azt szeretnéd kibökni, hogy az egész nász nép 2 nappal később utazik, és a szertartást is el kell tolni, mert ez esetben attól tartok... Jaj, dehogy! Antonnak és Luciának lesz majd 2 nappal kevesebb ideje a helyszínen előkészülni. De az esetleges fennakadásokat majd elsimítják, és különben is mit számít ez, ha ilyen nagy dolog van kialakulóban? Csak annyit akartam még kérni, hogy egyrészt az ügy továbbra is bizalmas, és ha elrendeztem a dolgokat, üzenek, hogy véglegesítheted a változtatásokat. Rendben. És mikorra várhatom az értesítésedet? Amint beszéltem Luciával. Nem is tud róla, hogy 2 nappal később utazik? Egyelőre még nem. Á, értem. Akkor ezek szerint Anton szeretné. Nem, ő sem szeretné. Nem? Hallatszott a telefonban Ellie döbbent hangja. Nem. És mielőtt megkérdeznéd, még ő sem tud róla. Ellie várt néhány másodpercet, mielőtt újra megszólalt. Azt hiszem, egy szót sem értek az egészből. Ugyanis, ha jól vettem ki a szavaidból, azzal bíztál meg, hogy sürgősséggel intézzem el a 2 napos elcsúsztatást a kérésüknek megfelelően, amiről ezek szerint még nem is tudnak. Nem. Nem az ő kérésükre, hanem, mint mondtam, az én kérésemre. Akkor végképp nem értem. Nem muszáj mindent azonnal érteni. Olykor elég, ha az ember csak megcsinálja. Még ma este hívlak, vagy üzenek. Ölellek, Ellie, köszönt el mi hamarabb Elsa a barátnőjétől, és kinyomta a telefont. Nagyot sóhajtott, és a homlokát a tenyerébe támasztotta. Régóta ismerte és kedvelte Ellie-t, de újból megállapította, hogy ha valamiben elakadna az élete, valószínűleg nem tőle kérne a folytatás mikéntjéről tanácsot. Miért ezt a részt választottad? Azért milyen más, hogyha egy színésznő olvas fel, nem? Mintha ki? Mintha élne a jelenet, nem? Tehát, hogy igen, igen. Nagyon, gondolom, okkal ezt a részt választottad ki, Tamás. Miért ezt a részt? Hát azért több oka is volt, mert először is azt mondta a Réka, hogy válaszunk bármit, de ne spoilerezzünk. Ezt mondta a Réka. A másik pedig, hogy olyat válaszunk, ami vidám, mert meg humoros, meg egy kicsit olyan, mert azért, akik szokták a könyveimet olvasni, azért van benne vaskos rész is mindig, és mindig kell, hogy ahhoz ragaszkodom, hogy minden könyvemben legyen egy olyan rész, amikor félreteszik egy pár napra, nem bírják tovább lelkileg. Ebben élem ki a szadista hajlamaim.
Őt sokan mondják, tudod, hogy van benne egyet, és azt két napra félretettem, mert azt ott nem bírtam. És nem félsz, hogy olyankor mondjuk nem veszi már vissza a kezébe? Nem, mert előtte úgy van megírva, hogy muszáj neki a kezébe venni. Igen, egyszer mondod, hogy a technikának az egyik legfontosabb része, hogy úgy kezdődjön a fejezet, hogy muszáj továbbolvasni, és úgy fejeződjön be, hogy na, igen, még egy fejezetet olvasok. Igen, szóval az van, hogy a könyv első fejezetének kell, és ezt a szót nagyon szeretem használni, ezt a Sárközi Bence mondta, de tényleg így van, az első fejezetnek kell lecserélhetetlennek lenni. Hát ez, az annak lecserélhetetlennek kell lenni, mert az, ott dől el minden. Az első fejezetnél. És azt mi persze közben kitaláljuk, hogy melyik legyen az első fejezet, mert azért ez nem így van megírva ez a könyv pontosan, hogy ahogy végül össze vannak a mozaikok, tudod, rakva, meg többféle dolog is van. Ja, most látom, hogy veszik, úristen, akkor nem beszéltek csúnyán. Nem is szoktál. Nem, de hogy. És na jó, mindegy. Majd figyelmeztessenek utólag. És szóval, hogy úgy van, hogy ahogy elmondtam is, hogy bizonyos a cselekményt azt mindig kronológiába állítjuk föl, mert másképp elveszítjük a fonalat. De aztán szétszedjük ezt a kronológiát, hogy izgalmasabb legyen a felület, és akkor van, amikor szétszedve írjuk. Ezért nagyon fontos a pontos cselekményvázlat. A nagyon-nagyon egybefüggő összetartozó részeket azt egyszerre kell megírni. Tehát mondjuk, nem tudom, tehát a Barbara története a könyvben, most ugye nyilván az első kötetben még viszonylag kevesebbet szerepel, de a Barbara története az egybe van megírva, és utána van szétollózva, hogy önök izguljanak. És akkor szóval ez egy mesés dolog ez a technika. Egyébként azt is el kell mondanom, mert nagyon büszke vagyok rá, hogy tényleg én olyan szerkesztőkkel és olyan munkatársakkal dolgoztam a kiadó jó voltából, ami páratlan. A Dunajcsik Mátyás íróműfordító, Babicki Tibor költő, Nagy Boglárka jelenkor igazgatója, Kis Béla volt a utóbbi két kötetemnek a fantasztikus szerkesztő, Lamos Angelika. Hát ugye ez egy fantasztikusan felkészült társad, sokkal jobbak, mint én. És, de tényleg. És hogy például az idősíkoknak az eltolása, azt tulajdonképpen a Dunajcsik Mátyás javaslatára kezdtem az első regényemben csinálni, és mostanra olyan tökére fejlesztettem, hogy még én is elveszek benne időnként, hogy hol is folytassam. Amikor legutóbb találkoztunk, akkor elmesélted, hogy Ergel Krisztina a család története ez, aki művészettörténészet barátod, kurátorod volt, és akkor még azt mondtad, hogy tévedés lesz a címe, vagy tévedések. Mi történt? Hogyan lett ebből Barbara? És ki az a Barbara? Azok kedvére, akik esetleg még nem olvasták, illetve hát azért most is mondtad, hogy azért kevés szer bukkan még fel az elején, vagy nincs annyira nagyon-nagyon fontos jelentősége végig. Na, ez egy nagyon komplex dolog, mert ugye nem akarom ellőni a könyv egyik poénját, mert az lett volna a tévedés. De mivel azért, ugye, hát nem kenegették mindig hájjal az én írói vénámat Budapesten, ezért rájöttem arra, hogy a tévedés, hát ez egy szar cím, érted? Mert azt fogják mondani, hogy ja, igen, tévedés volt megírni. Tehát, hogy az a trolloknak egy kis... Igen, nem etetjük a trollokat. Tehát, hogy most érted, tehát azért oké, miután ismerem saját magamat, hát úgy kitolni saját magával senki nem tud, mint hogy én ki tudok saját magammal tolni időnként, de ezt azért semmiképpen nem akartam megkockáztatni, tudod, hogy adjak valakinek egy zicsert, amit leüthet. És na, de ez az egyik része a dolognak, úgyhogy ezen viszonylag túljutottunk, és akkor utána másik címet kell választani, és akkor ugye összefüggő kell, hogy legyen, mert két kötetes a történet, és ott összefüggő legyen, nem lehet az egyiknek szőnyeg, a másiknak meg mikrofonálvány a címe, mert akkor az olvasó nem tudja, hogy ezt össze lehet kapcsolni, ezt a két dolgot. És akkor mi legyen? Hát, és akkor ugye megint csak a Farkasházi Réka, mikor a Zarának nem tudtuk, hogy mi legyen a címe, és akkor a Réka a címadó,
És akkor mondta, hogy hát hogy mi legyen, hát Zara, hát róla szól a könyv, nem? Ja, tényleg. Hopp, és akkor Zara lett a címe. Így. Na, és akkor hát ennek analógiájára ki a főszereplő, Barbara, és akkor a... Eze. Na most, ki a Barbara, és hogy jön ide a Krisztina? A Jergel Krisztina egy 20 éves, nagyon intenzív barátság volt, sajnos ő elhunyt. Egy nemzetközileg ismert művészettörténész volt, a Műcsarnoknak volt egy darabig a vezetője, nagyon sok kiállítást rendezett, és nagyon sok kortárs művésznek a pályáját segítette, többek között az enyémet is. És mi nagyon sokat beszélgettünk, utaztunk együtt, és akkor hát repülőn, vonaton, ott a helyszínen, és mesélt nagyon sokat a családjáról, ő félig lengyel származású volt. És hát filmbe illő a családjának a története, mindenféle szempontból. És akkor ezt évekkel ezelőtt én elhatároztam, hogy én ebből fogok egy könyvet csinálni, mert hogy ez egy ilyen fantasztikus történet. És aztán rengeteg képet kaptam a Krisztinától, meg elolvastam mindenféle dolgokat, meg családi levelezéseket, meg ilyesmit. És menet közben, mikor elkészültem az első, a könyv első fejezet, ugye első kötettel, csak nem, már az utolsó átírás előtti szakaszon, váratlanul a Krisztina megbetegedett és tragikus körülmények között hirtelen elhunyt. És akkor azt éreztem, hogy hát az nem lehetséges, hogy valakinek megírom az életét, még ha az engedélyével is A-tól B-ig, és nem tudom neki megmutatni, hogy most akkor ezt olvasd el, és bólints rá, hogy akkor ez így jól van. Ez, nem, ez egy erkölcstelenség, úgy kiadni valamit. Na, és akkor jött az, hogy hát akkor most mit csináljunk ezzel az egész dologgal, és megtartottam belőle szignifikáns részeket, amik más lengyel családokkal is, és más hasonló státuszú társadalmi osztályú lengyel családokkal is megtörténhettek ugyanúgy. Megtartottam belőle olyan részleteket, ami hát nyilván lehet publikus, és mindenki számára elérhető, akár interneten, akár sajtóba, akár bárhol máshol. De kiemeltem a könyvből azokat a részeket, amik olyan történeteket és olyan adatokat, vagy olyan magánjellegű dolgokat tartalmaztak, amit csak a Krisztina jóváhagyásával szerettem volna, hogy napvilágot lásson. Szóval Krisztina, itt kétszer kellett dolgoznom, pontosabban háromszor, arról nem beszélve, hogy majd számolunk, hogy csak úgy ukmukfuk eltűntél, de hogy az életemből, de hogy így lett ez, és a Barbara Szobol, a Krisztina anyukájának a neve, és ettől lett Barbara a regény címe, és hát a végzet pedig azért, mert ugye az első kötet végül is azt boncolgatja, hogy irányíthatjuk-e a gondolatainkkal, az összetartozásunkkal, a közös gondolkodásunkkal a sorsunkat, és hogy a cselekedeteink mennyire határozzák meg a sorsunk jövőbeni alakulását. Sok minden eszembe jutott a válaszod kapcsán, de elsősorban az, hogy mennyire az írásnak melyik pontján történt a haláleset, mennyire nehéz ott akár átalakítani szakmailag, akár lelkileg tovább folytatni egy ilyen történetet. Amikor egy barátod, aki ennyire fontos neked, és több interjúban is megemlítetted, hogy az téged nagyon megviselt, amikor ő elhunyt. Igen, nagyon közeli barát volt, és egy remek ember. És hát rettenetes volt, szóval az egész. Hát ugye itt ez egy nagyon nehéz szituáció volt, mert a kiadó is várta a kötetet. És ott is csúsztunk egy fél évet vele, mert gyakorlatilag megvolt az első kötet, de át kellett, hogy írjam. Tehát tulajdonképpen az egész első kötet új, és új lett a második kötete is, ami megjelenik. Tehát ott egy... Tehát tulajdonképpen azt így teljesen félreraktam, és megírtam újra bizonyos részeket átemelve abból, mert hogy az egy nagyon-nagyon-nagyon... Hát az egy nagyon nehéz időszak volt. Igen, nagyon-nagyon megérintett a halála, meg elsősorban a festészetben is, hogy hirtelen úgy éreztem magam, mert festészetben is elindult egy
nemzetközi karrier, és hirtelen úgy éreztem magam, mint amikor egy gyereket az anyukája magára hagy a városban, vagy az útszélén. És szóval ez egy nagyon, nagyon nehéz, de hát gondolom ő se így tervezte. Barátoknál maradva, mindjárt folytatjuk Barbarától, de muszáj Rékától is kérdeznem most már. Ugye most már szóba hozta a Tamás, hogy te adtad korábban a Zara címét is, ezek szerint a Barbaráit is. És hát az túlzás azt mondani, hogy igazából te fedezted fel a Tamást, hiszen a ti barátságotok az már jó régen az RTL-ben kezdődött egy műsor kapcsán. És... Nem túlzás. Én fedeztem fel. Ezt nyugodtan meg lehet írni. Szóval hogy volt ez? Hogy emlékszel vissza? Mert Tamás mindig elmondja, de tőled még nem hallottam ezt a történetet. A Szombat Esti Lesz című műsorban táncoltam én, és Tamás tervezte a gyönyörűséges ruhákat, és akkor még nem voltunk barátok, mert hát nem is tudom, én annyira tiszteltem őt, hogy én rettegtem minden egyes ruhapróbán, tehát szabályosan rettegtem. Pedig nagyon kedves volt velem. Azt hitte, hogy kövér. Azt hitte, hogy kövér. De nem azért rettegtem, hanem hogy a Tamás mit fog szólni, mert nagy volt a híre. Szóval, hogy nagyon kritikus volt a Tamás, de engem nagyon-nagyon szeretett már akkor is, amit igazából én gyanakodva fogadtam, hogy, tehát, hogy vajon miért. Aztán természetesen... Mondhatok egy mondatot? Úgyis mindig a szavába vágok, megszokta. Tehát, hogy, de nem, az volt, hogy fantasztikusan állt, olyan volt, mint egy kis porcelánbaba, fantasztikusan álltak rajta ezek a pini szoknyák, mert van a mini, meg a pini. És akkor ezek a kis pini szoknyák, meg nem tudom, micsoda, elképesztő, mint egy kis porcelánbaba olyan volt, és tudta viselni a darabokat, mert sok umbetám nő táncolt ott, meg nem tudom, de ha értik ezt a kifejezést, nem érdekes, nem mondom el magyarul, és üdítő volt, hogy végre jött egy ilyen kis cicis, popsis, 45 kilós. Na, de ennyi. De már elmúlt. Nem múlt el. Hogy igazából honnantól lettünk barátok, én ezt nem is tudom felidézni, de gondolom, ez így van, mint a nagy szerelmeknél, hogy egyszer csak így, hogy már minden nap beszéltek, és akkor már mindent tudsz a másikról, és akkor egyre többet töltesz vele. Arra viszont tisztán emlékszem, hogy a férjem, amikor harmad magával megalapította a Libri kiadót most már tizenakárhány évvel ezelőtt, akkoriban a Tamás nagyon intenzíven írogatott a social media felületeken. Ezt még érted, ugye? És hogy, tehát, hogy olyan lehengerlő stílusban, de ezt most tényleg a szó minden egyes értelmében, hogy én azt mondtam a férjemnek, hogy szerintem a nárainak írni kéne. Na jó, de hát a Nárai akar írni? Hát azt mondom, nem tudom, de majd akar, majd rábeszéljük. És akkor az első verzió szerint valami divattal kapcsolatos történetről volt szó, de aztán nagyon gyorsan rájöttünk arra mindannyian, hogy a Tamásnak sokkal jobban állna valami nagyobb lélegzetvételű dolog. És akkor küldözgetett mindenféle szövegeket, és akkor mi tudtuk a férjemmel, hogy úristen, hát ebből elég klassz dolog fog kisülni. De mondjuk, hogy ami lett belőle, azt szerintem senki nem gondolta. Tehát, hogy a magyar könyvpiacon példanélküli az a példányszám és az a rajongás, amit az olvasók Tamás felé tanúsítanak. De hozzáteszem, hogy én... nem csak a könyvszakmában, de hogy egyáltalán nem nagyon ismerek a környezetemben olyan embert, mondjuk a férjemen kívül, aki annyit tud és szeret dolgozni, mint ő. Tehát ebben, hogy a Tamás ilyen sikeres lett, mint író, és nem véletlenül lett sikeres, mint festőművész, vagy annó, mint divattervező, abban nem nagyon van sok gondolkodni való. Ő egyszerűen egy elképesztően szorgalmas ember. És hát nagyon sok oldalú, és amit nagyon, tehát főleg azért, mert mindig írom a Tamásnak, hogy amikor a hangos könyveket olvasom föl, 800 oldalas kötetekről van szó, ez elég hosszú időt vesz igénybe, akkor én olyan közel kerülök hozzá, mint nem is tudom, talán senki más. Az egy egészen másfajta olvasás, mint amikor az ember elkezdi csak úgy magának olvasni. Ha hangosan olvasom a könyvet, az egy komoly kapcsolódás, és egyszerűen lenyűgöz mindig, hogy férhet meg ennyi tudás egy ember fejében. Mert nem lehet mindent kiguglizni,
Tehát itt olyan intellektusról és olyan széleskörű műveltségről van szó, ami szerintem Magyarországon is, de a világon is elég rendkívüli. Ez már nem divat manapság, tehát hogy polihisztornak lenni. Úgyhogy én nagyon büszke vagyok az ő barátságára, hogy a Tamarának a keresztapukája, és hogy de néha haragszom rá, amikor a hangos könyvet olvasom. Kegyetlen ember, de tényleg. Mindig imádkozom, hogy hát, ha nem, de... Én nem tudom, én sose gondoltam, én nem tudok, szóval én sose gondoltam azt magamról, hogy én többet tudnék, mint bárki más, vagy nem tudom. Tehát én azt gondoltam, hogy ez egy normális. De le... Csak így szerényen. Mindegy. Egyébként nem értettem ezt a Tamara, a gyermeked, és ő van a borítón? Igen. Akkor ez megmaradt ez a szokás, hogy mindig a... Persze, hát azért írom a könyveket. Megmondták, hogy addig kell írni. Ja, de várjál. Hát, hát csak azt nem tudom, mi lesz majd a következő kötetted. Még a férjemet tudom felajánlani. Illetve Francit és Mancit. A kutyákat. Hát nem tudom, hogy a... Igen, tehát, hogy nem, de még évekkel ezelőtt, most emlékezz vissza rá, évekkel ezelőtt, ez most egy kicsit megoszthatom ezt a... Jó. És akkor évekkel ezelőtt, mikor elkezdtem ezt a könyvet, én akkor még két gyerek volt. Na, olyan régi a Krisztina története, hogy a Tamara ugye most már bőven óvodás. Tehát olyan régi a történet, és akkor még ő sehol nem volt. És akkor elkezdtem írni ezt a könyvet, és mondtam a Rékának, hogy mondom, hát, és otthon beszélni kéne, mert jön az új könyv. Nincs. És gyakorlatilag így történt. Nincs a borítón senki momentán. Tehát, mert hogy volt a Benny, utána volt a Rebeka, hát és akkor elfogyott a készlet valami. És akkor ezen úgy jót röhögtünk, és akkor egyszer csak egy ruhapróbám, mondom a Rékának, mondom, te terhes vagy, ne hülyeskedj már, az nem lehet. Mondom, te terhes vagy. És terhes volt a Tamarában. Tényleg így történt, és még én sem tudtam róla. És akkor ezt hogyan érezted meg? Ilyen összhangban már köztetek? Mert annyira ismeri a testemet. Ebből mi lesz? De csak a ruhapróbákról. Úristen, a Bence meg fog ölni. Nem, csak a ruhapróbákra. Nem, hát minden lánynak muszáj volt is menni a mindent. Hát most, na. Beszélgessünk a könyvről. Térjük vissza. Igen. Szerintem hallgassunk meg még egy részletet. Mit szólsz, addig nem? Magunkhoz tér. Igen, addig magunkhoz tér. Ezt a részletet én választottam, mert ez egy kifejezetten nára is bekezdéssel indul. Ezeket nagyon szerettem, és most már azt hiszem, tudok nárajul beszélni. Az óceán felől érkező sós illatú meleg szél lágyan borzolgatta a meghajlott törzsű pálmafák ágait. A vibrálóan zöld, tűhegyes végű levelek játékos tánca vidám, izgő mozgó árnyakat rajzolt a hófehér homokra. Csillogó, színjátszó pikkelyű apró halak alkotta rajok úsztak ki egészen a partig, oda, ahol a lagunák élénk türkiz vize a smaragd árnyalataiból opálosan áttetszőre vált. A vége láthatatlan, sima víztükör megnyugtató hullámzásának dallamos hangjaiba távolból érkező halk zeneszó szűrődött. A nap már a legmagasabb pontján járt a felhőtlen, ragyogóan tiszta égbolton. Az elől-hátul nyitott parti bungalókban álmosítóan surrogtak a ventilátorok, szabályos köröket festve az illatos, vörös, mahagónifával borított nyeregtetőre. A selymes párában felfeltámadó fuvallat vitorlaként úsztatta a kvarc homokszínű, könnyű vászonfüggönyöket a levegőben. Lucia kinyitotta a szemét. Nyújtózott egy óvatosat, hogy Anton hosszúra nyúlt álmát meg ne zavarja, és önfelett mosollyal még mindig az elmúlt napokra gondolt. Hogyan volt képes a férje, mert néhány napja már az, és milyen boldogság a szót kimondani, a férjem, ilyen ügyesen eltitkolni az összes lépését előle. És hogyan volt képes mindezt véghez vinni? Még úgy is, hogy Elza odaadóan segítette.
Nem véletlen, hogy mindenki, aki ismeri a titkárnőjét, a titoktartás felkent papnőjének tartja. Noha érthető módon eszébe sem jutott gyanakodni, hiszen nyilvánvalóan izgatottan készült az utazásra, a végre kettesben töltött szabadságra, az első nyaralásukra. De hogy mi fog vele itt és most megtörténni, arról sejtelme sem volt. Igaz ugyan, hogy a megérkezésükkor kissé szokatlannak találta, hogy bár az esős évszak lassan véget ért, a sziget déli oldalán, ahol ők is megszálltak, az összes bungaló lakatlanul állt. Rögtön másnap elhajóztak a szálloda saját két árbócos jachtján a híres Mantapontra, a kedvenceiket, az óriási fekete-fehér mantákat az élőhelyükön szemrevételezni. Már sötétedett, amikor egy délelőtti és egy délutáni, a szemkápráztatóan tiszta és fényárban úszó tenger mélyére tett varázslatos merülést követően visszaértek, majd egy másik szigeten kettesben megvacsoráztak. Ó, milyen mesés volt a homokba sülyeztett asztalnál, méteres gyertyák között kényelmesen színes párnákon a földre telepedve mennyei fogásokat enni. Csak ketten. Amikor kikötöttek a szállodánál, látta a kiszűrődő fényekből, hogy időközben a parton az összes bungalót elfoglalták, s hogy jóval arrébb az óceánba bevezető hosszú stégnél hófehér oszlopok között átlátszó batiszt függönyöket lobogtat a szél. Aztán megkérdezte Antont, jól emlékszik-e, hogy az a baldahinszerű építmény, ami leginkább egy oltára emlékeztet, ma került oda. Erre a férfi, aki sok tekintetben jobb megfigyelőnek bizonyult Luciánál, mintha magától értetődő lenne, azt válaszolta, hogy nem tudja. Eddig talán csak nem vették észre. Bár ebből a két részletből még nem derült ki, de azért nagyon durva történelmi korszakba ugrunk majd aztán vissza 20-as évekbe. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy érdekelte, vagy miért érdekelt téged ez az időszak. Lengyel-orosz háborútól indulunk gyakorlatilag, miután ez a rész majd ebből a részből ugrunk oda, de aztán eljutunk 56, második világháború 56, és jutunk el majd napjainkig. Szóval, hogy miért érdekel téged ez a történelmi korszak annyira, mert felteszem, hogy az, aki évekig kutatja ezt az egészet, annak nagyrészt ezt kellett gyanítom kutatni, vagy ezt is. Miért érdekelt ez téged annyira? Mert szerintem ez a kulcs ahhoz, hogy megértsük, hogy nekünk miért érdemes ezt olvasni olvasóként. Azért, mert rájöttem arra, hogy mindig ugyanaz történik. Tehát pontosan mindig ugyanaz történik. Idióta módon mindig ugyanazt kúrjuk el. Mindig. Ami 15 éves korunkban, az 30 éves korunkban, 55 éves korunkban, 93 éves korunkban mindig ugyanezt történik. És még egy olyan intelligens faj nincsen, amelyik ennyire képtelen tanulni a saját hibáiból. Tehát ez valami döbbenetes. Szerintem, most, hogy ez így van kitalálva, vagy ez így alakult, ezt nem tudom, de ez baromira foglalkoztat. És mert hozzáteszem, amikor ugye hát most beszéltünk itt arról, hogy még Tamara meg se volt, és nem tett semmi. Hát amikor elkezdtem foglalkozni ezzel a témával, ez, hogy az ukrán-orosz háború megértett, ez még a... Tehát azt mondta volna valaki, hogyha ilyen, hogy egyáltalán fölmerül, mint téma, hogy hát nyilván őrült, és fantáziál, és mit szív, vagy nem tudom. Tehát, hogy ez... Tehát egyáltalán... Tehát fogalmam se volt arról, hogy mire a könyv megjelenik, ez egy ilyen aktuális témát fog boncolgatni. És mert ugye nem akarom a cselekményét elárulni a könyvnek előre, de pont arról van szó, hogy van benne egy olyan részlet is, ugye, amikor arról beszélnek, hogy hát most... két főszereplő nő a könyvben, hogy nézzék meg a méheket. Hát most mindenkinek jut elég nektár, vagy nézzék meg a vadludakat a vízen. Mindenkinek jut békalencse, még olyat nem láttunk, hogy egyik vadlud kitekeri a másiknak a nyakát azért, mert ő egy méterrel több vizet akar magának. És hogy egyedül az ember az, amelyik a saját fajtásait pusztogatja, csak azért, hogy neki egy bugyogóval több legyen. Hát ez egy teljes képtelenség ez az egész élet, amiben így vagyunk, és mindig az okozza a problémát, hogy vannak egyes emberek, akik
azt hiszik, hogy nekik több jár, nekik többet kell kapni, vagy ők egyszerűen másoknál különbek akarnak lenni, vagy azt hiszik, hogy szebbek, jobbak, okosabbak, felsőbbrendűek, mint a másik. És azért azt is mindig megragadom, hogy elmondjam, hogy ugye sok mindent beszélgetünk, és Magyarországon különösen jellemző az, hogy annyira átpolitizált minden, hogy gyakorlatilag már az ásványvizes üvegnek is van egy politikai meggyőződése. Tehát mondjuk olyan is, de mindegy. És hogy egész egyszerűen muszáj elmondanom, amikor beszélgetünk, ugye, tehát a művészetnek meg az irodalomnak nincs oldala. Tehát az nem olyan, hogy van jobboldali irodalom, meg baloldali irodalom. Hát olyan értelemben igen, hogyha ülök otthon, akkor a jobb oldalamon van a könyvespolc, vagy a bal oldalamon van a könyvespolc, de egyébként nincs. Meg nincs olyan, hogy jobboldali festő, meg baloldali festő. Ha csak azt nem nézem, hogy az magamhoz képest a szomszédom, aki festő, jobbra van-e, vagy balra. De ezek nem létező kategóriák. Tudod miért nem? Azért, mert véleményem szerint egy író és egy festő, vagy egy képzőművész, de egyáltalán bármilyen művész, humanista. Tehát nem jobb oldalon van, meg bal oldalon van, hanem egyszerűen a gondolkodása emberközpontú. És arról szól minden egyes megnyilvánulás, hogy valamire szeretnénk fölhívni a figyelmet. Akár úgy, hogy gyomorszájon vágjuk, aki nézi, vagy aki hallgatja, vagy akár úgy, hogy megsimogatjuk. Hogy figyelj, hát ez... Na most emiatt nem lehet az, hogy akkor most ilyen amolyan oldalról. Mert ez mit hoz magával? Ez rögtön magával hozza, hogy van a mi, meg van az ők. Ugye a két tábor. Ami szintén nem egy elfogadható szituáció. Következésképpen jön ebből az, mint humanista író ember, nem mint író ember, mert mindig kicsit zavarba vagyok ettől, hogy én írónak nevezhetem-e magam, vagy nem. Tehát mint író ember, meg mint festő, abban azért magabiztosabb vagyok sokkal. Tehát én nem gondolkodhatom másképp, csak humanista módon. A rangsorolást ember és ember között teljesen elfogadhatatlannak tartom, irányuljon az bármire. Én nem sorolom, mindenkinek van fantáziája, el tudja mondani. Tehát ez nem lehetséges, hogy és akkor ráadásul úgy, hogy akkor azt officially másod meg harmadosztályú állampolgárokat alkotunk. Tehát ez nekem... Tehát ez a mi van című kategória, tehát ebből nem. És pontosan ez foglalkoztat mindig, és ezért szólnak ezekről a könyvek, mert ugye itt is mi dúl a szovjet-orosz-lengyel háborúban. Ugye csak annyi, ami, tehát az első világháborús környezet, ugye rögtön az első világháború után, ugye amikor az is, egy baromságon robban ki, mert az is benne van ugye a könyvben, amikor Ferenc Ferdinándot lelövik, és akkor csak azért Szerbia ellen irányult a dolog, mert szerb nemzetiségű volt a merénylő, és akkor a végén addig izétálkodtan Szerbiát, hogy muszáj volt hadat üzenni. És akkor addigra már ugye az Antant, ami eredetileg az Antant kordiál volt, addigra már ugye a francia, a brit és az orosz cári birodalom egy erős szövetséget alkotott. Nyilván ezzel a brit birodalom hozta magával a gyarmatait, a francia ugye szintén, miközben ott álltak a központi hatalmak se így, se úgy, a német császárság, osztrák-magyar monarchia, meg az oszmán birodalom, és ugye ezek hadat üzentek Szerbiának, mert addig-addig kakaskodtak ott a szemétdombon, aztán közben meghalt Ferenc József, de ez most egy mellékszál, és akkor, mikor hadat üzentek Szerbiának, az oroszok meg szerbbarátként megsegítették őket, belépett a háborúba Franciaország, Anglia magával hozta a gyarmatot, és 24 óra a leforgása alatt az egész világ lángba borult. Hát ki a francnak hiányzik ez? És ugyanott tartunk ma. Hát ugyanott tartunk ma. És még mindig nem ismertük föl, üldögélünk, érted, a presszóba, meg itt-ott megyünk a diszkóba, és mindig nem ismertük föl, hogy valakit nyakon kéne vágni, hogy térjen már az eszéhez, mielőtt mindnyájan elégünk, mint a szar, nem? Tehát, hogy... És
Na, hát szóval, és akkor hát nekem meg van egy képességem is ahhoz, hogy ezt le tudom írni. És erről szeretnék beszélni, de persze mi, akik elolvassuk, nyilván ugye, hogy a Facebookon szokták írni a nagy tudásúak, hogy hát igen, csak az a baj, hogy pont azokhoz nem jut el, akiknek el... Na, hát így vagyunk, de hát az egész életünk a hiába valóságról szól tulajdonképpen. Ne kérdezz ilyeneket, mert hívbe jövök, és leradírozom a világot, érted? Én szeretnék egy témáról beszélni, úgyhogy egy másik aspektusra lesz a regénynek, Végzet, ugye az alcím. És amikor mondtam neked, hogy amikor legutóbb beszélgetünk a podcastben, azzal fejeztük be, hogy az asztrológia témakörről nem tudtunk beszélgetni, pedig te végzett asztrológus vagy, és szerintem erről keveset beszélsz, és ez nagyon izgalmas téma. Talán egy picit lehet vidámabb is, mint az előző. Uh-huh. És akkor mondtad is, hogy jó, hát végül is ez kapcsolódik ehhez a kötethez, és akkor kérdezem én, hogyan, mit jelent számodra a végzet, és akkor itt be szeretném hozni picit az asztrológiát, mert talán kevesen tudják. Én azt gondolom, hogy te tényleg egyetemen végeztél, 4 évig jártál, szóval hogy te egy komoly szakember vagy ezen a területen. Igen, de én szóval, hogy mondjam, ugye ez mindig egy ilyen megosztó dologgá válik, mert nem tudtak tovább lépni sokan, a sajtóhoroszkópoknál, tudod, hogy ez a... Tehát, hogy a halak ne menjenek ki esőbe az utcára, mert vizes lesz a hajuk, vagy tönkre megy a frizurájuk. De pont tehát, ezért vagy jó, te már el tudod mondani, hogy ez valójában mit jelent. Na igen, tehát, hogy én azért asztrológia szakon végeztem, és hogy én arra voltam kíváncsi igazából, hogy van-e bizonyíték az exakt és az empíria között. Van-e átjárás az exakt tudomány, a természettudomány és az empíriákon alapuló, vagy ha úgy nevezik, hit alapú tudomány, megfigyelés, inkább mondjuk azt, hogy megfigyelés alapú tudomány között. És nem szeretném senkivel se elvitatni, mert amit én gondolok, azt én gondolom továbbra is. Mindenkinek van véleménye, tartsa meg. De mivel engem megkérdeztek, és abban a helyzetben vagyunk, hogy nem én hallgatom magukat, hanem maguk hallgatnak engem, ezért most kénytelenek lesznek ezt végighallgatni. Csak egyetlen egy példát szeretnék elmondani ebből az egész történetből, hogy ugye ott van az egész ekliptikának a legkisebb bolygója, a Hold. Legesleges legkisebb. Ráadásul szerepe zéró, mert ugye a Föld körül kering. Most arról megint érdemes lenne egy picit gondolatébreszteni, hogy a Holdnak 2 keringési ciklusa van a Föld körül, az egyik a szidonikus, a másik a sziderikus, a 27,1 és a 27,18 nap. Mindez nem, mert sem érdekes. Csak azt azért tudni kell, hogy ugye ez 14,5 nap különbségre van egymástól ennek a 2 ciklusnak a középe, és ez pontosan egybeesik születési, pontos exakt horoszkóp, exakt születési horoszkóppal kiszámítva a nők peteérésének és a menstruációs ciklusának az első napjával. Tehát tulajdonképpen meg lehet azt határozni, hogy a születéséhez képest mikor jön ez a kapcsolódás létre. Ez egy gondolatébresztőnek gondolom elég jó, nem? Most azt ne vegyük alapul, hogy fogalmazásgátlóval nem úgy megy a dolog, mint hogyha normálisan menne, mert azért minden szabály alól van kivétel, de most a normál eseteket vesszük alapul. Aztán ugye a tömegvonzás révén ugye a Hold, ami óceánokat mozgat meg, nyilván mindenki hallott már a apály-dagály jelenségéről, mint asztrológia is érdekes egyen történt, és akkor az embernek ugye a 62,3% a víz. Na most, hogyha ez az icipici, kicsipici bolygó energetikailag a tömegmozgás révén az Atlanti óceánt általában 10-12 méterrel arrébb löki, akkor miből gondolja azt bárki, hogy az ő 63%-ára ez nincsen hatással? Ő egy külön univerzum, szólt erről a Holdnak? Tud róla? Na, szóval, hogy én nem vagyok fanatikus, én semmiben nem vagyok fanatikus, mert én állandóan kérdezek, és mindig azt mondták a munkatársaim is, hogy azt az egy dolgot kell elkerülni, hogy a Nárai úr elkezdjen kérdezni, mert onnantól kezdve nincs menekvés. Hát én mindig mindent megkérdőjelezek, mindig mindennek utána megyek, és én ettől függetlenül továbbra sem számolgatom a saját horoszkópjaimat, nem készítek tranzitokat,
nem csinálok direkciókat, és nem próbálom meg kitalálni, hogy akkor holnap után vizes lesz-e a hajam, mert nem találom ki, meg a különös drága a paróka. Tehát, hogy nem csinálom ezeket a dolgokat. De az ténykérdés, hogy ha valamit 4000 éven keresztül figyelnek, és 4000 éven keresztül lejegyeznek különböző kapcsolódási pontokat, és ezek ciklikusan és periódikusan megismétlődnek, akkor annak bizonyára van mondani valója, és bizonyára van hatása. Általában egyébként a tapasztalatom az, hogy azok az emberek kétkednek mindig ilyen nagyon elhárító módon, akik nem kellően intelligensek ahhoz, hogy megértsenek bizonyos dolgokat. És ezt is sokszor elmondtam már, hogy az intelligencia az egy született képesség. Mikor kérdezték tőlem, hogy jaj, hát olyan jó a humorérzékem, és ezt hogy lehet megtanulni? Hát úgy, mint a testmagasságot, sehogy. Tehát az intelligencia is egy bizonyos fokig fejleszthető, tehát azért, az, ugye azért azzal születünk, és azt nem az egyetemi és padokban meg az előadásokon szerezzük meg, azzal csak látótérbővítésen veszünk részt, és aztán ezzel a saját intelligenciánkkal majd kezdünk, amit akarunk. Szóval én azt gondolom, hogy intelligens ember olyat nem mond, hogy hát hagyjuk. Ez olyan, mintha nem értenénk a nanotechnológiás sebészethez, és azt mondanak, hogy a hülyeségbe küldenek ilyen robotokat, és majd az epekövedet megeszi, miközben megeszi. Szerintem hallgassuk meg az utolsó részletet, már csak azért, mert most már kevés az időnk is. Ha jót akarunk tenni a közönséggel, akik már sorban állnak, hogy dedikáltassanak, akkor hiába hallgatnálak én még órákon keresztül. Kénytelenek vagyunk hallgatni a közönségre. Egyébként meg tudom, tehát nagyon szívesen, hogyha van valakinél efemerida táblázat, meg tudnám mutatni akkor, hogy exakt módon, hogy számoljuk ki a születési horoszkópokat, hogy ne kelljen interneten ezt pötyögni, mert az úgyse pontos. Egy hét alatt végzünk az alapokkal. Hallgassuk meg az utolsó részletet. Charles Burkár a szövetségi tanács elnökével egy fal mélyedésbe húzódott. Ki volt az a magas férfi, akivel az előtérben találkozott? Nem láttam itt fent. Feltűnt volna. A szeme miatt? Amiatt is. Mi történt vele? Egy csatában elvesztette a bal szemét, közelharcban. Én nem kérdeztem, ő maga avatott be. Valóban kissé dermesztő jelenség. Az öltözéke sem az udvarban szokásos. Mert ukrán, magasrangú katonatiszt. Ó, és hogy a csodába került ide? A közbenjárásomra kapott meghívást. Most nem volt különösebben nehéz a kancelláriánál ezt elintézni. Leopold jó barát. Leopold von Wittgenstein? Aha, bonintott Burkát. A politikai helyzet meglehetősen kényes. Így nem kellett sokat vesződni a meggyőzéssel, hogy Balancsuk ezres részt vehessen az estélyen. Értem, de mégis mi a célja ezzel? Elsősorban az, hogy megismerje a leendő ellenfelei egyikét. Pontosabban a leendő ellenfele támogatóját az udvarnál. Azért maradna a báltermen kívül? Igen, nevette el magát Burkár. Hogy a leendő ellenfele viszont ne ismerje meg őt. Aha. És azt jól láttam, hogy Román Movszky is itt van az estélyen? Igen, elnök úr, őt is meghívattam. És miért? Hogy ő pedig személyesen megismerje a jövőbeli szövetségesét. Azt, akit Svájc jelölt ki a számára. Ó, de Movszky találkozik Lewandowskival is, jól tudom? Igen, de főleg azért, hogy miután Balancsukkal megismerkedtek, együtt mutatkozzon vele. Hogy? Kiknek kellene őket együtt látni? Csak egy személynek kell, de annak mindenképpen. Az ősz férfi résnyire szűkített szemmel gondolkodott. Vagy úgy, mondta kis idő múlva. Balancsuknak. Burkár elmosolyodott. Ravasz, nagyon ravasz, vigyorodott el az ősz férfi. Elnök úr, Svájc érdeke mindenek előtt azt kívánja, hogy az ukrán kozákok letenyereljék Lengyelországot. Ez a cél pedig nagy körültekintést követel. Egyetértek. Viszont megéri a fáradtságot, mert a pozíciónk szempontjából ez lehet kizárólag hasznos. Úgy van.
hiszen ezzel két legyet üthetünk egy csapásra. Az egyik, hogy ez esetben nem fenyegeti a birodalmak határait a bolsevizmus, vagyis nem leveg a fejünk felett a szovjet-orosz befolyás miatt Lengyelország totálisan elkerülhetetlen balra tolódásának a réme. Helyes. Ugyanis a szövetségi tanács legújabb jelzései szerint Amerika már készen áll a nagy vagyonok fogadására, ha Svájc bizonytalannak tűnne a tőke szemében. Márpedig ezt el kell kerülnünk. El. Mindenképpen. A másik, folytatta Burkár, hogy így nem vonunk be újabb országokat a konfliktusba, megteremtve ezzel egy újabb eszkalálódó háború lehetőségét. Pontosan, helyeselt az őszférfi. Román Movszki jóval gyengébbnek tartottam, és tartom tulajdonképpen most is. Kedvencem jön. Piłsudski, nem? Piłsudski. Többek között az irreális elképzelései miatt. Arra vonatkozóan, hogy különböző hatalmak majd segítik az ő függetlenségi törekvéseit. Mert ugyan miért tennék? Nevetséges. Ahhoz adni kell valamit. Mégpedig komoly összegben. A befolyás nem jár ingyen, ha érti, mire gondolok. Hogyne. És egyet is értek. Movszki naív, irányítható és bizonyos értelemben elvakult is. A vágyai kitakarják előle a valóságot. Éppen ezért őt fel lehet használni. Piłsudski céltudatos és hajlíthatatlan, ezért a céljainkat tekintve, mint előbb mondtam, jobb lenne. Ám Piłsudski téved. Még ha ugyanis függetlenséget szerez is Lengyelországnak, és mint tudjuk, a légióval ezt önállóan tervezi megszerezni. Eleget hallottuk, hogy nem kér se a szovjetekből, amit megértek, se az ukránokból. Úgy gondolom, hogy hosszú távon nem lesz képes a szovjet oroszokat távol tartani. Tehát akkor mi a megoldás? Nézett az elnök Burkárra. Movszkit kell helyzetbe hoznunk. Több okból. Egyrészt, hogy az oroszok megnyugodjanak, másrészt, hogy az ukránok segítségével teremthessék meg a függetlenségüket. Logikus. És Movszki hogy áll ehhez? Ő eredetileg nem akarta az ukránokat. Mint mondtam, Movszki irányítható. Majd belátja, hogy akarja. A hatalma érdekében? Pontosan. Csak hogy az értesüléseim szerint Movszki és Piłsudski nem rivalizálnának egymással. Egyelőre még nem. Hogyhogy? A találkozón megmondtam Movszkinak, hogy noha egy cél felé tartanak Piłsudskival, de Piłsudski soha nem fog vele osztozni a hatalomban, és nem mulasztottam el közölni vele azt sem, hogy Piłsudski nála jóval esélyesebb. Jó, de honnan tudta, hogy Piłsudski nem fog vele osztozni? Hiszen éppen az előbb mondtam, hogy pontosan az adja a jelenlegi helyzetünk nehézségét, hogy két érdekeit jól érvényesítő erős oszlopa van a lengyel függetlenségi törekvésnek. Nem tudtam. Nem is tudhattam. Fogalmam sem volt. De valahogy el kellett érnem, hogy megingassam a bizalmát. De ha rájön, hogy ez nem igaz, rájöhet. De soha többé nem bízik majd benne. Túl nagy a tét. Mert valahányszor bízni kezdene, minden alkalommal felteszi magának a kérdést, hogy mi van, ha Burkár mégis igazat mondott. Milyen váratlan dolgokra képes, és mennyire kifürkészhetetlen az emberi jellem. Nem. Éppen, hogy nagyon is kiszámítható. Szerencsére. Köszönöm szépen. Most csak még annyit, hogy ami a nehézségét okozta egyébként ennek a regénynek, és aztán a kiadó szerencsére bevont egy történészt is a könyvnek a lektorálásába, hogy úgy van megalkotva a könyvnek a cselekménye, hogy ez valós történelmi szereplőkkel játszódik. Tehát, hogyha utána néznek, a Román Movszki és a József Piłsudski, valamint a Charles Burkár volt Svájcnak valóban a nagykövete akkor, és ez a két tábornok noha nem rivalizáltak egymással, de mégis nagyon ügyesen Svájc úgy forgatta a kártyákat, hogy
aztán rivalizáltak egymással. Tehát egy nagyon sok olyan történelmi adatot és nagyon izgalmas és nagyon érdekes eseményt is tartalmaz, és személyeket tartalmaz ez a könyv, akik valóban éltek, és valóban úgy néztek ki. Aztán persze nyilván a fikció és a fantázia is dolgozott, és annak megfelelően, hogy milyen karakterek voltak, alakították a cselekményeket a regényben, de ez egy külön izgalmas ízt ad a dolognak, hogyha valaki egy picit is tájékozott, vagy egy picit tájékozott, vagy tájékozódni akar a történelmi időkben és ezekkel a szereplőkkel, akkor egy pillanat alatt ott van az atmoszférában, mert azokkal a szereplőkkel olvassa ezeket a történeteket és cselekményeket, akik valóban éltek és valóban a részei voltak ennek a folyamatnak. Köszönöm szépen! Lenyűgöző. És úgy, hogy szerintem a közönség fele már elolvasta a könyvet, úgy ekkora a lelkesedés, úgyhogy nagyon büszke lehet szerintem erre, és gratulálunk tényleg a regényhez. Mikor jön a folytatás? Csak egy nagyon röviden ősszel? Októberben jön. Már van szerződése. Szóval akkor augusztus 15-én kell leadni, és múltkor jól jött, hogy azt mondtam a végén, hogy folytassuk majd akkor. Remélem, hogy akkor a Mutasd a könyvespolcban ősszel, tényleg Barcelonában folytatjuk. Nagy Tapsot Tamásnak és Oldalra megy dedikálni fog, és tudtok dedikáltatni.